Jó estét kívánok, aktuális című műsorunkat látják. A Conspirito Egyházzenei Fesztivál évente ismétlődő esemény, amelyen a nagy magyar történelmi egyházak zenei kultúráját mutatják be. Az eseményt idén Békés Csabán rendezik meg. A témáról ma esti adásunkban Szamosi Szabolccsal beszélgetek. Üdvözlöm! Jó estét kívánok! Ugye itt a bevezetőben elhangzott, hogy a fesztivál évente ismétlődik. Arra lennék kíváncsi, mikor, hogyan és kinek a kezdeményezésére indult el ez az egész programsorozat? A Filharmónia Magyarország, mint országos komoly zenei koncertszervező cég 4 évvel ezelőtt indította el az új koncepciójú egyházzenei fesztivál sorozatát, melyben 4 város központjával, központként szerepel, 4 keresztény egyház zenéjét mutatjuk be. Így az elmúlt években Nyíregyháza központtal a bizánci, Pécs központtal a római katolikus és Debrecen központtal a református egyház zenéje került megismerésre, és idén Békés Csabán, ahol az ország legnagyobb evangélikus közössége él, lesz az evangélikus egyházzenei fesztivál május 17 és 20 között. Ennek, mint ahogy ön is említette, Conspirito, azaz lélekkel a címe ennek a fesztiválnak, mert mindig a pünkösthöz kapcsolódik. Mind a 4 keresztény egyház életében nagy ünnep a pünkösd, az egyik legfontosabb ünnep, és ezt mindig pünköstkor rendezzük, de ez a cím, ez a Conspirito utal arra is, hogy ez megtalálható a nem egyházzenei művek kottájában is, ha a zeneszerző arra kéri a művészt, az interpretálót, hogy lélekkel adja elő a darabot, akkor külön kiírja ezt a Conspiritót. Ezzel utalunk arra is, hogy mindenkit várunk erre a fesztiválra, nem csak azokat, akik az evangélikus egyházban esetleg hétről hétre istentiszteletre járók, vagy evangélikus egyháznak a tagjait, hanem mindenkit, aki zeneszerető közönség, bátorítunk arra, hogy ismerkedjen meg a zenével, ugyanis nagyon izgalmas lesz az idei fesztivál témája is. Ugye ön említette, hogy 4 éve egy új koncepció alapján indultak el. Mit jelent ez az új koncepció? Milyen változások történtek ez idő alatt? Hát a korábbi években Pécset rendeztünk egy egyházzenei fesztivált, ahol kisebb-nagyobb változásokkal főként a katolikus egyházzenét mutattuk be, de megjelent az ökumené jegyében más egyházzenéje is. Most pedig ilyen módon, hogy ezt szétválasztottuk 1 évben csak 1 keresztény egyházra koncentrálva, illetve arra, hogy abban az adott városban az adott város valamiért fontos annak az egyháznak. Így Nyíregyházán él talán a legtöbb görög katolikus, Debrecent, ugye szoktuk kálvinista Rómának is nevezni, Pécsre pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos jellemzője Pécs kulturális életének a római katolikus egyháza, gyönyörű székesegyházunkkal, és így alakítottuk ki ezt a koncepciót, és minden évben volt valami alcíme is eznek a fesztiválnak, amit még azon belül, amire fókuszáltunk, amit igyekeztünk bemutatni. Ugye az egyházak zenei kultúrája kerül ilyenkor a középpontba. Miért tartják fontosnak, hogy az embereken megismertessék ezt a fajta zenei stílust? A Filharmónia Magyarország hivatása, hogy a klasszikus zenét megismertesse az emberekkel. Vannak ifjúsági bérleteink az országban, évente több mint 280 ezer gyereknek tartunk ifjúsági koncertet. Vannak felnőtt bérleteink az ország közel 20 városában rendezünk bérletes koncerteket, így Békés Csabán is az összhangbérletet, mely nagyon nagy népszerűségnek örvend a város zeneszerető közönsége köreiben. Mindig teltházas koncertekre érkeznek a Csaba Gyöngye Kulturális Központba a fellépők, és nagyon sikeresek és kiváló együtteseket tudunk idehozni. Ezért azt gondolom, hogy ez az egyházzenei fesztivál is jó környezetbe érkezik, és ahogy megszólítjuk a fiatalokat, megszólítjuk a felnőtteket, vannak természetesen családi programjaink is, így ahogy 2018 a családok éve Magyarországon, ebben a fesztiválunkban is lesz majd családi nap, és
a zenének egy fontos szelete az egyházzene is, de van olyan fesztiválunk, amelyik a régi zenét mutatja be, ez Vácott kerül megrendezésre június végén, július elején, valamint a Bartók Fesztiválunk Szombathelyen, és van olyan fesztiválunk, a Zeneszület Pécsett, ahol megszólítjuk az utca emberét, hűen ahhoz a jelmondathoz, ami a Filharmónia szlogenje is, hogy közel hozzuk a zenét, igyekszünk mindenkihez közel vinni, akár az utcán is abban a fesztiválunkban a komoly zenét. Ugye már több éves tapasztalatuk van, akárha csak az egyházzenei fesztiválról van szó. Önök mit tapasztalnak, mit vesznek észre, mennyire szeretjük mi, és mennyire vagyunk fogékonyak egyáltalán a komoly zenére, azon belül is akár mondjuk az egyházi zenére? Azt gondolom, hogy lehet, hogy sokan bajba lennének, hogyha meg kellene határozniuk, hogy mikor hallgatnak egyházzenét, és mikor klasszikus zenét. Nagyon változó ennek a népszerűsége. Sokan kongatják a vészharangokat, hogy néhány évtized múlva már nem fog senki ülni a koncerttermekben. Ezt én azért nem vizionálom, és ettől nem félek, de az minden esetre látszik, hogy a fiatalok központi zenei érdeklődése nem a komoly zene felé fordul, bár amikor meglepetésszerűen valaki elhozza őket komoly zenei koncertre, mint ahogy néhány hete mögöttem levő sorban az egyik kedves ismerősöm 10, 20 és 30 közötti év közötti vendégét hozta el a koncertre, és fantasztikus élményt jelentett számukra, és mondták a koncert után, hogy hát ide máskor is jönnek, és hogy mennyire jó volt, és maguk se gondolták, hogy ennyire izgalmas tud lenni Sosztakovics zenéje. Nagyon sokszor egyébként a fiatalokat a kortárs zene előbb megfogja, mint egy barokk vagy romantikus mű, de nem gondolom azt, hogy nincs tennivalónk, ezért vannak az ifjúsági koncertjeink, ahol ezekről a darabokról beszélünk is, és próbáljuk még inkább megszólítani a hallgatóságot. De az is biztos, hogy valahol azt a tényt is el kell fogadnunk, hogy az emberek már a idősebb korukban kezdenek el jobban ráérni esténként, amikor felnőnek a gyerekeik, és már nem azt tekintik életük fő céljának, hogy a karrierjüket építsék, akkor van egyre több szabad estéjük, és mennek el koncertre, vagy színházba, vagy más esti programra, így ez látszik a bérletes közönségünk korán is, de azt kell, hogy mondjam, hogy pont a Békés Csabai bérletben örömmel tapasztaltam, hogy nagyon sok fiatalabb is részt vesz a koncerteken, hallgatja ezeket a kitűnő produkciókat. Ha már ugye a fiatalokat itt szóba hoztuk és megemlítettük őket, ugye ön is mondta, hogy vannak külön kezdeményezéseik arra, hogy egy kicsit közelebb vigyék akár a fiatalokhoz, akár a többi emberhez magát a komoly zenét, illetve az egyházi zenét. Mit lehet tudni ezekről a kezdeményezésekről? Ilyen lesz például ez a Conspirito Egyházzenei Fesztivál keretében május 19-én szombaton a családi napunk, amelyet az Evangélikus Gimnázium udvarán tartunk. Ebben, amellett, hogy a főszerep a zenéjé, és hallhatnak mini zenei produkciókat is az odalátogatók, de igyekeztünk a gyerekeket más izgalmas dolgokkal is lekötni, így lesz légvár is, arcfestés is, az édesapákat, a szülőket is egy kis borkóstolóval várjuk a Villányi Borvidék egyik kitűnő pincéjének a vendéglátásában, de természetesen Bach is szerepel ebben a programban, amelyet szombaton 10 és délután 4 óra között látogathatnak majd. Igen, ha már a programoknál tartunk, akkor említsük meg, hogy kik lépnek fel a koncerteken, milyen előadóktól hallhatunk zenei műveket, így az egész fesztivál programjáról egy kicsit részletesebben is beszéljünk. Amellett, hogy az idei esztendőben az Egyházzenei Fesztiválunk központja Békés Csaba, és itt lesz egy folyamatos többnapos fesztivál, megjelenik ez a program más városokban is.
Budapesten, Debrecenben, Pécset, Nyíregyházán, Szegeden, valamint Mezőberényben. Az ünnepélyes megnyitóra május 17-én este 7 órakor kerül sor a Békés Csabai Kistemplomban, ahol a világ egyik legnevesebb evangélikus fiúkórusa, a Helsinki Evangélikus Püspökség fiúkórusa a vendégszerepel. Ő lesz a fesztiválunk egyik világsztár vendége. Segítségükre lesz majd a budapesti vonósok együttese abban, hogy bemutassák Bach talán legnépszerűbb művét, a Magnifikátot ezen a nyitókoncerten, emellett más kisebb Bach művek is szerepelnek a programban. Másnap, május 18-án pénteken este szintén a Kistemplomban Várdai István világhírű csellóművészünk lesz a főszereplő, aki az elmúlt évben a világ legkeresettebb csellóművésze volt. Ő neki azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas dolog az, amit a tokjában magával hord a hangszer, az az egyes számú Stradivari cselló, ami több milliárd forint értékű, és ezzel a hangszerrel fogja majd játszani Bach szóló és zongora kíséretes műveit, melyben Fehérvári Zoltán zongora művész, 2017-es montreali zongora versenygyőztese lesz a partnere, majd május 19-én szombaton a családi nap után szeretettel várjuk este 7 órára a Kistemplomba azokat, akik szeretnék meghallgatni a Luteránia ének és zenekarát Kamp Salamon vezényletével, kiváló énekes szólistákkal, akik Bach korájait az evangélikus istentiszteletben megismert módon elénekelve a gyülekezet együtt énekli a kórusokkal, és ezután bemutatja az orgonaművész Finta Gergely, aki szintén a Deaktéri Evangélikus Gyülekezet orgonaművésze, majd a program második felében egy Bach kantátát adnak elő, és vasárnap délelőtt ünnepélyes istentisztelettel zárul a program. De emellett lesz a Csaba Gyöngye Kulturális Központban egy kiállítás is, valamint előadások is színesítik ezt a programot. Emellett a színes programkavalkád mellett esetleg lesz-e olyan program, amely eddig még nem volt, és valami különleges, és idén újítanak be velem? Már többször említett családi napunk, ez idén jelenik meg először a fesztiváljaink kínálatában. Mindig nagyon fontos, izgalmas kérdés a művészeti bizottságunknak, a szervezőknek, hogy mennyire szabad egyéb programokat elhelyezni a fesztivál kínálatában, így például a Légvár miként kapcsolódik Bachhoz és az evangélikus egyházzenéhez, de azt gondolom, hogy kikapcsolódásként jó, hogyha ilyenekkel is színesíthetjük a programot, illetve az, hogy bekapcsoljuk Mezőberényt, ahol egy kitűnő hangszer áll a művészek rendelkezésére, és azért esett erre a városra is a választás, mert egy fontos orgonája van az evangélikus egyháznak ott, és majd Finta Gergely, Itz és Gergely fuvola művésszel ott adnak koncertet. Ezek mind-mind új színei a fesztiválnak, és az, hogy Bach művészetét bemutassuk az embereknek, és azt, hogy biztos, hogy minden zeneszerető, de aki nem annyira hallgat komoly zenét, ismeri Bachot és hallotta már valamilyen művét. De azt biztos vagyok abban, hogy azt kevesen tudják, hogy ő az evangélikus egyháznak a legfontosabb muzsikusa, a Lipcsei Tamás templom karnagyaként. Ő azt gondolom, hogy fölemelte az evangélikus egyházzenét, és nagyon magas mércét állított be az utódjainak, és nagyon nagy örömmel hallgatjuk őt, és azt, ahogy Kamp Salamon összeköti az ő muzsikáját a hittel és Lutherrel ennek a fesztiválnak a keretén belül. Hát nagyon sok és színes programmal készülnek, reméljük, hogy sokakat érdekelni fog, és sokak ellátogatnak a programsorozatra. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásukat. Köszönöm.
Ez volt az aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!